Puzsér. 12 hatalmon törtött év. Ma este. Mindig ezek a jó kis kádári alkuk. Szembesít. Valahogy az egész SZDSZ ezt testesítette meg egy nemtelen alkut a velünk élő kádárrendszerrel, ahelyett, hogy azt felszámolta volna. A magyar liberális elit 10 főbűne. Ma már igazából így biztosan csak Fodor Gáborról merjük kijelenteni, hogy liberális. És egy ember. Te például liberális vagy? Te azt gondolod magadról, hogy liberális vagy? Hát a rossz értelemben nem. Aki rendet tesz a fejekben. Ez egy érzékcsalódás volt 20 éven keresztül, nem. Hogy az SZDSZ házasságszédeleg. Hát az, ez igen, amit most a végén mondta, a házasságszédeleg érzékcsalódás volt. Kezdődik a Sznobjektív. Szókimondó igazságshow a Hír TV-n. A stúdióban Puzsér Robert, az ország legrögeszmésebb kritikusa. Vallomásos jó estét kívánok! A liberális elit Magyarországon a 80-as évek végén Soros Györgynek és hálózatának jóvoltából két párttá szerveződött, e kettő az SZDSZ és testvérpártja a Fidesz. A Fidesz 1995-ben kilépett a Soros hálózatból, abból a hálózatból, amelytől az SZDSZ 2010-es kimúlásáig egyetlen lépésnyire sem merészkedett. Ez az SZDSZ tette a magyar nyelvben szitokszóvá a liberalizmust, a szabadság, egyenlőség, testvériség hármas jelszavának első tagját. Ma este ennek a liberális elitnek a 10 főbűnével szembesítem Fodor Gábort, az SZDSZ egykori elnökét és miniszterét. Beszéljünk a Dózsa György úti homokóráról először talán. Az SZDSZ kulturális mementójáról, meg valahogy az SZDSZ működésének a szimbólumáról. Hogyha ránézünk most arra a roncsra, meg ránézünk az SZDSZ-re, hasonló érzéseink lehetnek. Hát nézd, neked ez jut eszedbe erről. Az biztos, hogy a Dózsa György úti homokóra szerintem egy szép és jó kezdeményezés volt. Egyébként szerintem jó pofa az ötlet kifejezetten, ami egy hatalmas homokórával mutatja egyébként az idő múlását. De nekem nem ez jut eszembe az SZDSZ-ről. Tehát, hogyha mondjuk én a liberálisokra gondolok, és itt hallgattalak itt természetesen, miközben a műsor kezdődött, a paraván mögött, hallottam a felkonferálást, és mosolyogtam magamban, hogy azért jó lesz ez a beszélgetés, érdekes lesz, mert nekem tehát egészen másképpen van a liberálisokról, mint ahogy itt a felkonferálásban elhangzott. Szóval nem homokóra jut eszembe, hanem például az, hogy milyen jó, hogy nekem van egy gyermekem, egy fiam, aki most 22 éves, készül az egyetemre, és nem kell katonának mennie. Ezt a liberálisok nélkül soha nem értük volna el egyébként Magyarországon, és szerintem ez egy hatalmas eredmény, amire mindannyian büszkék lehetünk. De megjegyzem, amivel ugye kezdted, ez a Soros hálózattal kapcsolatban, lehet erről néhány szót mondani, azért hadd említse meg, hogy föl sem erült, tehát ez egy mai mánia a sorosozás, és a liberális, mint szitokszó, ugye ezt is használtad, ez is egy közhely egyébként, az azért lesz szitokszó, mert bedőlünk ezeknek a közhelyeknek, vagy vannak, akik bedőlnek ezeknek a közhelyeknek. Soros semmiféle hálózatot nem épített olyan értelemben, hogy titokban manipulált, rendezgette a szereplőket, és azokat elküldte harcba valamiféle titkos terv érvényesítésért. Szó se volt erről, föl sem erült ilyen a 80-as években. Soros György egy gazdag magyar ember volt, aki segített abban, hogy demokrácia legyen ebben az országban, és erre büszkék lehetünk, megjegyzem, hogy mondtad, nem csak a Fideszt, nem csak az SZDSZ támogatta, hanem lényegében az egész magyar politikai elitet. Csurka István ösztöndíjat kapott érte, mert éppen szilenciumon volt a Kádár rendszerbe, és ha nincs Soros ösztöndíj, akkor éhen halt volna talán. Csóri Sándorék, a népi írók és mások egy csomó támogatást kaptak. Az 56-os szervezetek, civil szervezetek, mások tömegével kaptak támogatást. A Soros abszolút politikai hovatartozás nélkül mindenkit támogatott, aki segített abban, hogy végre demokrácia legyen. Van ma még liberális elit? Létezik ma még liberális elit? Vagy elmondhatjuk, hogy az SZDSZ 20 év alatt ezt is felőrölte, csak úgy, mint a liberalizmus szónak a pozitív konnotációját. Ezért is én mosolyogtam az elején, amikor mondtam itt a paraván mögött, amikor beszéltél erről, szó sincs erről, ez is egy tévedés szerintem. Tehát én ezekről örömmel is beszélek, mert ezek olyan téves közhelyek, amelyek szervesülnek egyébként a magyar közéletben, és érdemes róluk beszélni, mert nincs ténybeli alapja.
nem az SZDSZ őrölt fel semmit se, az a helyzet. Itt van egy világtendencia, egy természetes folyamat. Van egy Timothy Garton Ash nevű ismert filozófus egyébként, nyilván te is hallottad a nevét, hogy gondolom sokan a nézők közül is hallották. Nekünk volt szerencsénk a 80-as években a Bibó kollégiumban személyesen is megismerni, egy híres angol politikai gondolkodó, és ő neki olvastam egy gondolatát nemrég. Ő arról beszélt, hogy a liberalizmus annyira sikeres volt a 20. században, hogy lényegében tulajdonképpen egy ellenforradalom zajlik a liberalizmus ellen az 1990-es évek vége, 2000-es évek elején kezdődött, mert túl sikeres volt. És óhatatlanul is van egy visszahatás ilyenkor, amikor sokan próbálják, persze nyilván a siker eredményeként voltak nyilván téves irányai, voltak hibái, ez természetes módon, minden ilyen eszménél így van, de próbálnak valami más módon, valami ellenhatást kifejteni vele szembe. Szóval ezt érdemes leszögeznünk ilyenkor, hogy amiről beszélünk, az nem magyar jelenség. Tehát nem az SZDSZ tehet róla, hogy mondjuk a liberális gondolattal szembe fellépnek sokan. Gondolj bele, mi zajlik az Egyesült Államokba. Harcias küzdelem van a liberalizmus ellen éppen. Vagy ott van a Brexit példája. Gondoljuk csak el. Hát mi zajlik Angliában? Egyébként a Brexit után is egy csomó érdekes dimenziója van ennek a kérdésnek. Az angolok arról beszélnek, mint hogy hát Londonnal szembe fellépett a vidék, a liberálisokkal szembe felléptek a konzervatív angolok, és ugye ezért tudott a Brexit sikeres lenni. Tehát van egy európai tendenciája annak, hogy van a hagyományos liberális értékekkel szembeni fellépés. Ez nem az SZDSZ zúzta szét, nem az SZDSZ tette tönkre, nem az SZDSZ járatta le. Ez egy világ tendencia, amiről beszélünk. Tehát van egy nemzetközi illiberális tendencia, mégis nekünk itt Magyarországon az az élményünk, hogy a liberalizmusnak 20 éven keresztül volt egy eleinte erősebb, később egyre gyengülő képviselete, és ez a képviselet, ez a úgynevezett liberális elit, ez mára Fodor Gáborig hátrált, vagy Fodor Gáborig húzódott vissza. És ma már igazából így biztosan csak Fodor Gáborról merjük kijelenteni, hogy liberális. Nem, azért nem ilyen kevesen vagyunk, vagy nem én vagyok egyedül, most úgy szimbolikus értelembe véve nyilván, mert én sem egyedül vagyok. Tehát nem csak ennyien vagyunk, tehát sokan vagyunk liberálisok. Tehát én azt látom például a kutatásokban, és egy csomó ember Magyarországon liberálisnak definiál magát. Te például liberális vagy? Te azt gondolod magadról, hogy liberális vagy? Hát a rossz értelemben nem. Tehát abban az értelemben, amely értelemben 20 éven keresztül az SZDSZ liberális volt, abban az értelemben nem vagyok liberális. Természetesen az emberi jogokat, természetesen az emberi szabadságnak az alapvető és örök normáit magam is vallom és tartom, de én azt gondolom, hogy itt egy nagyon-nagyon precíz elválasztásra van szükség, egy olyan műveletre, amelyben leválasztjuk a liberalizmust, a liberalizmus tényleges jelentését attól, ami itt Magyarországon 20 éven keresztül 90-től 2010-ig liberalizmus címén zajlott. Na látod, tehát ez egy fontos gondolat, amit most mondtál, hogy van először is a liberális eszpe és a liberális elv, és van a gyakorlati politika. Ezt ketté kell választani. Tehát a liberalizmusról, amikor beszélünk, az nem ugyanaz, mint amikor az SZDSZ-ről beszélünk. Mert a politika az egy más műfaj. Ott egyszerűen napi döntések vannak, napi politikai lépések vannak, sikerek, kudarcok vannak, tévedések, hibák, stb. A liberalizmus meg az egy érték és eszmerendszer, ami sokkal mélyebben van jelen. Én ezért is kérdeztem meg tőled, hogy te liberális vagy-e. Már csak azért is, mert csomó embertől meg lehet kérdezni Magyarországon, és a kutatások azt mutatják, hogy közel 20% a magyar társadalomnak erre a kérdésre, amit én föltettem neked, ugyanígy válaszol, hogy egyébként ő liberálisnak érzi magát. Azt javaslom, hogy kezdjük el elválasztani a liberalizmus elveit és a sokszor kártékony gyakorlatot. Az SZDSZ 12 hatalmon töltött év alatt mindvégig a privatizáció motorja volt, ugyanis azt hirdette, hogy az államnak semmi más dolga nincs, mint kivonulni és hagyni a piacot szabadon működni. Ami elméletben ilyen szépen hangzott, az a gyakorlatban az egész régió legmagasabb állami újraelosztását, legbonyolultabb adórendszerét és legmagasabb adóit jelentette. 10. Az éjjeli őrállam lejáratása. Csillag István ebben a kérdésben társaival együtt egészen kitűnő munkát végzett. Biztos vagyok benne, hogy miénk ma a legfejlettebb, legcéltudatosabb, legvilágosabb gazdaságpolitikai legfontosabb, legbiztosabb gazdaságpolitikai program az összes pártok közül. Ugye itt a neoliberalizmusról beszélünk, amiben én bevallom, személy szerint nem hiszek. Tehát én nem vagyok neoliberális, én nem gondolom, hogy a piac láthatatlan keze az olyan nagyon helyesen és jól szabályozza a folyamatokat. Én úgy gondolom, hogy igenis szükség van az állami szerepvállalásra, meg a piac szabályozására. Ugyanakkor látjuk azt,
hogy léteznek olyan neoliberális modellek, amelyeket bizonyos államok megvalósítottak, és amelyek ezeket az államokat sikerre vitték. Tehát ha mondjuk Észtországot vesszük példaként, vagy akár Szlovákiát vesszük példaként, azt látjuk, hogy igenis létezik neoliberális modernizáció. Csak hogy Magyarországon erre vonatkozóan kísérlet sem történt. Úgy nem történt kísérlet Magyarországon erre, hogy az SZDSZ az 12 éven keresztül volt hatalmon, és 8 éven keresztül hát nagyon konkrét zsarolási pozícióban volt, hát ugye az SZDSZ-en múlt 8 éven keresztül Magyarországon a kormánytöbbség. Tehát az SZDSZ-nek minden lehetősége meg lett volna arra, hogyha tényleg hisz a neoliberalizmusban, tényleg hisz az éjjeli őrállamban, akkor megvalósítsa ezt a neoliberális modernizációt, mondjuk az egykulcsos adóval, mondjuk az adóknak a csökkentésével, mondjuk a piacnak a piac szabad folyamatainak a gerjesztésével, segítésével, vagy akár csak azzal, hogy mint mondjuk Észtországban, vagy mint mondjuk Szlovákiában, Magyarországon is mondjuk euró lenne a fizetőeszköz. Tehát, hogy igenis voltak ösvényei a neoliberalizmusnak, amelyek hát most elnézve sikeresebbek voltak, mint ez a posztkádári magyarországi gazdaság, ami mellett az SZDSZ 20 éven keresztül asszisztált. Na hát akkor kezdjük azzal, hogy ugye, amit itt előbb elmondtál, abban nagyon sok érdekes gondolat volt. Természetesen szeretnék is ezekre reagálni. Hát először is ugye mondtad az egykulcsos adónak a jelentőséget. Az egykulcsos adó megvalósult, igaz, nem az SZDSZ valósította meg, de az SZDSZ találta ki. A Fidesz átvette tőlünk. Ugye ezt azért nem árt leszögezni. Tehát ez az SZDSZ találmánya volt a 2000-es évek elején, hogy Csillag Pista volt az, aki akkor SZDSZ-es miniszter volt, ugye Csillag István, emlékeznek rá sokan, aki kiállt, emlékszem is a képre, és megmutatott egy sör alátétet, és azt mondta, hogy a szabad demokratáknak, a liberálisoknak az a céljuk, azért harcolnak itt többek között ebben a kormánykoalícióban, hogy egy kulcsos adó legyen, és az adórendszer olyan egyszerű legyen, hogy ráférjen egy sor alátétre. Mit hallunk Orbán Viktortól 2010 után? Egy kulcsos adót szeretne bevezetni a Fidesz, és olyan legyen az adórendszer, hogy ráférjen egy sör alátétre. Köszönjük szépen, sikerült átvenni. Megjegyzem azt, hogy Magyarország most gazdaságilag, hát hogy is mondjam, nincs válságban, tűrhető viszonyok között van, hiszen van gazdasági növekedés, viszonylag alacsony az infláció, munkanélküliség sem vészes, sok mindennek köszönhető, leginkább az Európai Uniós támogatásoknak, de másfelől az egykulcsos adónak, amit mi találtunk ki, tőlünk vett át a Fidesz és megvalósította. De hát 8 éve volt az SZDSZ-nek arra, hogy ezt átüsse a kormányon. Hát más volt a helyzet, azért ne felejtsük el, Robi, volt akkor Európai Uniós támogatás? Nem volt. Egészen más volt a gazdaságnak a helyzete, ne felejtsük el. És hogyha már említetted a posztkádári szituációt. Nem volt recept arra, és hoztad az észt vagy a szlovák példát is, nem volt recept arra, hogy a posztkommunista országok, tehát a szovjet birodalom a KGST összeomlása után, hiszen gazdaságról beszélünk itt, a KGST a főszereplő, mit kellene, hogy csináljanak? Volt erre valami leírt kiskönyvecske? Mint Maónak a piros kiskönyvecskéje volt, valami recept arra, hogy mit kellene csinálni? Nem volt, senki nem próbálta még ki, hogy mi van akkor, ha egy pártállam összeomlik, és utána piacgazdaságot, jogállamot kell felépíteni. Nem volt recept. A különböző országok különbözőképpen próbálkoztak. Persze voltak bizonyos állandó sztenderdek, tehát ezért mégiscsak alkotmányt kellett csinálni, mégiscsak szabadon kellett vállalkozni, tehát voltak ilyen általános sztenderdek, de nem volt rá recept. Tehát mindenkinek magának kellett kipróbálni a saját adottságaiból kiindulva. Mi volt a magyar adottság? Hát ez egy fontos dolog, ha már a Kádár rendszerről beszélünk. A magyar adottság az volt, Magyarország volt a legeladósodottabb ország az egész keleti blokkban. Ezt hozta a Kádár rendszer. Amiért sokakban nosztalgia van a Kádár rendszer iránt, az többek között azért, mert ugye azt mondják, hogy viszonylagos jólétbe éltünk, volt balatoni nyaraló, volt Trabant, volt ez, az, amaz, az azért volt, mert hitelekből élt az egész ország. A Kádár rendszer vette fel nyakló nélkül a hiteleket. Magyarország katasztrofális helyzetben volt. 89-90-ben, amikor bekövetkezett a rendszerváltás. Emiatt ezt kaptuk örökségbe a kommunista rendszertől. Ezzel kellett valamit csinálni. Ez más, mint a szlovák helyzet. Szlovákiának nem volt adóssága. Más, mint az észt helyzet. Nekik se volt adósságuk. Tehát Magyarországnak úgy kellett megvalósítani, egy olyan mesdjén, egy olyan egyensúlyba kellett menni a gazdaságpolitikájában, hogy persze, amikor mi liberálisok ott voltunk a kormányban, igyekeztük a liberális eszméket érvényesíteni, de nem tudott összeomolni a gazdaság, ezt senki nem engedhette meg magának. Megjegyzem, ehhez képest Magyarország a legsikeresebb ország volt a régióban, ezt is szögezzük le, büszkék lehetünk rá. 1990 és 2002 között ez az ország, minden kutatás ezt mutatja,
Ugye érdemes megnézni mondjuk Csikán Attiláék kutatásait a versenyképességről 90-es évek kezdetétől fogva. Minden kutatás azt mutatja, hogy Magyarország volt a legsikeresebb a posztkommunista rendszerben az átalakulásban. Hát akkor ennek 2002-ben lett vége. 2002-ben lett vége ennek a sikersztorinak, akkor, amikor az SDS és az MSZP koalícióra léptek, ő újfent, és onnantól kezdve egy 8 éven keresztül tartó hát mélyrepülés, vagy egy 8 éven keresztül tartó pusztulás következett, tulajdonképpen az előző 12 év sikereinek az elpusztítása. Az SDS közreműködésével, asszisztálásával, a liberális modernizációpárti nyugatos SDS-nek az asszisztálásával, a posztkádárista, korrupt pragmatista MSZP gyakorlatilag a saját politikáját ütötte át az országon, az SDS pedig minthogyha csak azért lett volna ott, hogy meglegyen a többség. Igen, ez a kérdés is látható, hogy azért érdemes itt is ennél megállnunk egy pillanatra, mert nem ilyen egyszerű. Itt elérkezünk a politikai hibához, mert szerintem itt történt politikai hiba az SDS részéről. De a hiba az 2001-ben kezdődött, tehát hogyha pontos akarok lenni, a kronológiát 2001-nél kell kezdenünk, akkor csinált először a Fidesz 2 éves költségvetést. A 2 éves költségvetés kezdte az osztogatást, ne feledjük el, akkor indult el az a ugye példátlan lakáshitel kiszórás a költségvetésben, amit aztán utána meg kellett változtatni, mert eszeveszett állapotokat idézett elő. A következő eszeveszett döntés az már 2002-ben, az már az MSZP-SZDSZ koalícióban történt, ez az úgynevezett 100 napos program, ami ellen ugye az SZDSZ kézzel-lábbal tiltakozott. Nyilvánvalóan a felelőssége miatt nem tehette meg az különböző okok miatt, hogy kilépjen akkor a koalícióba, de volt, aki megszavazta a parlamentbe, nem csak mi szavaztuk meg, hiszen akkor egy szűk többsége volt a kormánypártoknak, a Fidesz például, mint legnagyobb ellenzéki párt, simán megszavazta a 100 napos programot. A 100 napos program, és előtte, amit a Fidesz örökül hagyott a 2 éves költségvetéssel, ez a kettő indította el az országot lefelé, sajnos egy lefelé menő spirálba. Amit miközben aztán... az SDS azt mondrázta, hogy nem tehette meg, hogy kilépjen a koalícióból, hanem asszisztálnia kellett a lefelé menő országhoz. Mint előbb mondtam, én ezt politikai hibának gondolom. Nekünk voltak különböző vitáink az SDS-ben, sokan voltunk, akik azt gondoltuk, hogy ez nem jó, ezt másképp kellene csinálni. Minden költségvetési vitába fölmerültek egyébként ezek az érvek. Én emlékszem rá, hogy komoly olyan vitánk is volt, hogy a költségvetés nem kéne megszavazni az SDS-nek, de voltak egyéb más érvek, amelyek miatt végül is az SDS úgy döntött, hogy támogatja, miközben egyéb más ügyekben igyekezett eredményt elérni. Hogy egyet mondjak, itt van a sorkötelezettség, amivel kezdtem, azt pont ekkor értük el. A 2002 után kezdődő koalícióba. Tehát ezt kell mérlegre tenni. Az egyik oldalon tudod, hogy van egy hibás döntés, és abból baj lesz, és igyekszel mindent megtenni, hogy ezért korrigálja, de látod, hogy a másik oldalon pedig elérsz komoly eredményeket, amelyek a te közönséged, a te értékrended szempontjából fontosak. Mindig ezt kell mérlegre tenni egy pártnak. Ez a politika napi gyakorlat, amiről beszélünk. Ezért kell elválasztani az elveket, ha úgy tetszik, a liberális elveket, a liberális politikai gyakorlattól. Az SDS magát liberális pártnak tekintette, de a füvezők és a melegek érdekeinek képviselete helyett mindig is beérte azok szimpátiájával és szavazataival. 9. Kísérlet sem történt a könnyű drogfogyasztás és a melegházasság legalizálására. 20 esztendőnk hatalom. Itt az ideje, hogy élve ezzel a hatalommal elkezdjünk tenni azért, hogy ez az ország egyszer mindannyiunk hazája lehessen, ahol méltósággal, egyenlőségben élhetjük meg sokszínűségünket. Csak rajtunk áll, hogy felismerjük el felelősségünket. Élünk el a lehetőséggel, hogy ez a hatalom ne önmagáért legyen, hanem mindannyiunkért. Egyenlő, saját identitását méltósággal megélő emberekért. Mert máshogy szerintem nincs értelme. 12 hatalmon töltött év. 12 hatalmon töltött év alatt a liberálisok kísérletet sem tettek a könnyű drogfogyasztás és a melegházasság legalizálására. Holott hát egy liberális pártól úgy gondolom elvárható lenne, hogy jogokat szerezzen a társadalomnak. Olyan jogokat, amely jogokkal nem rendelkezik a társadalom, és amely jogok progresszívek. Én úgy gondolom, hogy ezek progresszív jogok. Én úgy gondolom, hogy a világon bármelyik liberális párt így gondolná ezt. Magyarországon a füvezők meg a melegek mégis hiába vártak ilyen jogokat a liberális képviselettől.
De ez általában nem igaz, hogy a liberálisok nem tartották volna ezt napirenden. Ha már konkrétan az SZDSZ-ről beszélünk, az SZDSZ foglalkozott ezzel a kérdéssel, természetesen foglalkozott a fű kérdésével és a melegházassággal is. Foglalkozott, mi magunk küzdöttünk érte, és az SZDSZ-nek köszönhető, hogy elértük azt, hogy lett egyébként az élettársi közösség, hiszen ez volt az első lépés egyébként a házasság megteremtéséhez. Ebben az SZDSZ-nek nagyon komoly szerepe volt, az SZDSZ nélkül ezt nem értük volna el. Akkor is nyilvánvaló volt, hogy ennek van egy természetes menete. Tehát nem lehet valamit a társadalomra úgy rákényszeríteni, hogy egyébként a társadalomnak nincs hozzá pozitív vagy politikai affinitása. Tehát el kell érnünk azt egyébként a fű kérdésében is, és ez egy csomó vita kell hozzá, ezért kell napirendre tűzni ezt a kérdést, és az SZDSZ mindig napirenden tartotta, hozzátenném. Tehát, hogyha visszanézel, visszaemlékezel erre, felkutatod, fellapozod az akkori dokumentumokat, számtalan alkalommal én magam jó néhány interjút adtam, beszéltem erről, parlamentben szó volt erről, amikor elmondtuk, hogy igen, nekünk az a célunk, hogy egyébként a füvezésnél a dekriminalizáció megtörténjen, ez meg is történt, hozzátenném, ez volt az első lépés, tehát bekövetkezzen. Másfelől pedig utána ez legyen legális, hiszen ebbe az irányba halad a világ. Ma már elmondhatjuk, hogy ez az európai országoknak a többségében ma már így van. Hát már Lengyelország, ugye az az ország, amelyik egy konzervatív ország így döntött. Hát ez volt az igazán fájdalmas, hogy az SZDSZ nem azért küzdött, hogy legalizálja a melegházasságot, hanem azért, hogy törvényesítse az élettársi kapcsolatot melegek között. Nem azért küzdött, hogy legalizálja a könnyű drogfogyasztást, hanem hogy dekriminalizálja. Mindig ezek a jó kis kádári alkuk. Ugye? Nem akarunk legálisan füvezni, hanem azt szeretnénk, hogy mondjuk az illegális füvet azért nem törvénytelenül fogyaszthatnánk, és mondjuk nem fújjuk a biztos úr arcába a füstöt, és akkor ő is hagy minket békén, meg mi is békén füvezhetünk, nem legális, de nem is teljesen törvénytelen. A melegeknek az együttélése is. Hát nem házasság, de azért legálisan élhetnek együtt. Hogy egy ilyen kis alkú a velünk élő kádárrendszerrel, valahogy az egész SZDSZ ezt testesítette meg, egy nemtelen alkút a velünk élő kádárrendszerrel, ahelyett, hogy azt felszámolta volna. Csak hogyha a felszámolásban úgy tűnik, nem volt akkor a pénz, politikai és gazdasági haszon, mint az azzal való együttműködésben, annak fenntartásában, az azzal való együttélésben. De Robi, hadd kérdezzek egy másik dolgot tőled. Előbb már megkérdeztem, hogy liberálisnak gondolod, de magad demokratának tartod magad? Hogyne. Na hát akkor ez azért tartom lényegesnek megint, mert akkor érdemes elgondolkozunk azon, hogyha demokratának tartjuk magunkat, te is, meg én is, akkor az helyes kiinduló pont-e, ha azt gondoljuk, hogy nem érdekel minket, mit gondol egyébként a társadalomnak a többsége, nekünk van egy meggyőződésünk valamiről, és azt tűzzel, vassal érvényesítve keresztül kell vinnünk a társadalmi többség akaratával szemben. Szerintem ez nem demokrata gondolkodás. A demokrata gondolkodás az, hogy te például itt ülsz ebben a műsorban, harcolsz valamiért, mondod a meggyőződésedet, én mondom a magam meggyőződését, amiben azt gondolom, hogy kialakul egy értelmes párbeszéd köztünk, remélem meg tudlak győzni bizonyos kérdésekben, és elismerem, hogyha te meggyőzöl valami másik kérdésben, de harcolunk az igazunkért. De nem gondolom azt, hogy nekem rá kell kényszerítenem az akaratomat másokra, illetve elfogadom azt, hogyha ők másként gondolják, még ha szerintem rosszul is gondolják. Akkor is harcolok. Tehát vegyük egy más példát, bocsáss meg. De visszakanyodva a te példádra. Tehát ha én harcolok, mert ez történt, tehát hogy még egyszer a tényeket szögezzük le világosan, az SZDSZ-nek ez volt a célja. Tehát mi világossá tettük, hogy mi azért harcolunk, hogy egyébként szabadon, mindenféle korlátozás nélkül azok az emberek, akik szeretik egymást és azonos neműek, kelhessenek egybe, köthessenek házasságot. A marihuánát ne tekintsük bűnesetnek, hogyha valaki marihuánás cigarettát fogyaszt, hanem ezt tegyük legálisra. De ez egy út, amin vannak különböző lépések. Ha a magyar társadalom ezt nem tudja akceptálni, akkor természetesen az úton először azokat a lépéseket kell megtenni, ami közelebb vezet ehhez a célhoz. Tehát nem lehetsz te, érted, a bolsevik úttörő, aki megmutatja mindig a helyes utat, és majd hát a kevésbé pallérozott tömegek meg kövessen. Tehát egy demokrata, az harcol az igazáért szerintem, de tudomásul veszi, lásd Brexit és Trump példája. Tudomásul veszi, hogyha más döntés született. Ez van, így döntöttek az emberek. Lehet, hogy én nem tartom helyesnek. Én nem tartom jónak a Brexitet. Nem szeretem Trumpot egyébként, de azon túlmenően nyilván van néhány dolog, amit ügyesen meg jól csinál, de ezzel együtt nem szeretem úgy, ahogy van az egész jelensége. De ettől még demokrataként tudomásul veszem. Így döntött az emberek többség, és harcolok azért, hogy a magam álláspontját megvalósítsam. A magyar liberális elit további fő bűneivel hamarosan folytatódik a Sznobjektív.
A magyar liberális elit további fő bűneivel folytatódik a Sznobjektív. Az SDS jóvá tehetetlen bűne, hogy amikor ma a társadalom zöme a holokauszt szót hallja, képzeletének vetítővásznán nem 6 millió halott ember jelenik meg, hanem néhány ravasz politikus. 8. A holokauszt gátja rongyosra játszása. Sokan nem akarnak szembenézni azzal, hogy Magyarországnak egyébként milyen felelőssége volt, például a zsidó polgároknak az elhurcolásában, elpusztításában, hiszen a holokauszt év erről szól. Magyar embereknek az elpusztításában, hangsúlyoznám, magyar polgárokról volt szó. Zsidó vallásúak voltak, de magyar polgárok voltak, ahogy mi mindannyian magyarok vagyunk, tehát ez a mi ügyünk. Királybé Izabella, Bácsfi Diana, Szabó Albert. Ez három név. Három teljesen jelentéktelen, elszigetelt frík. Három politikai szörnyszülött. Bázis nélkül, jelentőség nélkül, érvény nélkül. Most ezekből a jelentéktelen figurákból a liberális politikai képviselet Magyarországon a 20 év alatt időről időre újra meg újra démonokat formált a magyar politika egére, hogy azoktól a magyar társadalom megijedjen, és ilyettében a liberálisokhoz meneküljön. Ez nemtelen volt. És sikerült ezáltal deszenzitizálni a magyar társadalmat. Ez vezetett el a Kuruc Info zsidó bűnözés rovatához, ez vezetett el a Jobbik Magyarország mozgalomhoz, ez vezetett el a Magyar Gárdához, a betyársereghez, ez vezetett el magához a nemzeti radikalizmushoz. Tehát, hogy érdemes volt Bácsfi Diánával, Királybé Izabellával, Szabó Alberttel riogatni politikai haszonszerzés érdekében? Érdemes volt farkast kiabálni akkor, amikor nem volt farkas sehol? Hogy aztán, amikor megjön a farkas, amikor megjön a tényleges Novák előd, akkor már senki ne higgyen Kovács Pistinek? Igen, értem már akkor, hogy mire gondolsz ennél a kérdésnél. Szóval nézd, az biztos, hogy ha valami túlzásba van véve, ugye egy politikai álláspont képviseletében, az annak lehetnek nem kívánatos következménye, ez az, amiről te most beszélsz, vagy amit megfogalmaztál, ez lehetséges. Szerintem, ugye itt is ketté kell választani a dolgokat. Először is az SDS, ugye mint már ekkora megmaradt egyedüli liberális párt, hiszen mondjuk Királybé Izabella az még fideszes időket is érint, de a többiek, Bácsfi Diana és Szabó Albert, az már nem annyira. Mert akkor a Fidesz már azért más van, nem a liberális vonalon mozgott elsősorban. Tehát az egyetlen megmaradt liberális pártként az SDS, természetes, hogy nyilván mondjuk egy Szabó Albertes vonulás a Deák téren, hiszen volt ugye, amikor a fogaskerekes zászlók alatt vonultak. Tehát ez nyilvánvaló, hogy fellép ezzel kapcsolatban, de az SZDSZ soha nem volt egy ilyen típusú hisztériának a zászlóvivője. Az más kérdés, hogy természetesen a magyar értelmiségnek egy része, a magyar közéletnek egy része érzékenyen reagált ezekre a dolgokra, az se véletlen, hiszen ha már Auschwitzot hoztam fel példaként, akkor van speciális érzékenység nem csak Németország részéről, amelynek ugye ott van a felelősség kérdése, amivel a német közélet évtizedeken keresztül küszködött, hogy hogyan történt meg az, hogy egy Európa egyik legkulturáltabb nemzete gyalázatos népirtóvá vált a II. Világháborúban. Tehát Magyarországon azért van érzékenység, mert Auschwitzban elpusztított emberek többsége pedig Magyarországról érkezett. Ezt azért megint csak látnunk kell. Tehát van egy speciális magyar érzékenység is ebben az ügyben. Magyarországnak nem egyszerű, ha úgy tetszik, a szerepe a holokauszt áldozatai között. Ezért nem véletlen, hogy Magyarországon van speciális érzékenység ebben a kérdésben, mert szerintem tiszteletben kell tartani, ezt tudomásul kell venni, de úgy van, ahogy te mondod, hogy persze nem szabad nagyobb feneket keríteni az ügynek annál, mint ami valójában, de azt se lehet mondani, hogy legyintsünk rá semmi. Hát Szabó Albert a maga idejében mindenki tudta, hogy egy elszigetelt őrültről van szó, de annyit megérdemelt az ügy, hogy elmondjuk, hogy na ezt azért nem a Deák téren nem menetelünk. A magyar liberális elit a 90-es években büszkén dobta oda a kultúrát a Coca-Colának, majd vont egy mérleget és úgy találta, nem baj, hogy a Fidesz elvitte Bereményi Gézát és Cseh Tamást, hiszen itt van nekünk Geszti Péter és Princ Gábor. 7. A commerce mint kultúrpolitika. Srácok, ha az SDS-re szavaztok, levetkőzöm. A kultúra piacosítása az, ami az SDS számláját terheli a 20 év során. Most, amikor azt látjuk,
hogy a kultúra az Postás Józsit, Bunyós Pityut, Fási Ádámot, Máriót a harmonikást, Sláger Tibót és társait jelenti. Amikor azt látjuk, hogy Orbán Viktor egy mulatós kultúrára és identitásra alapozza a hatalmát, akkor felvetődik a kérdés, hogy hogy züllött idáig a magyar kultúra, és hogy züllött idáig a magyar politika kézenfogva. És én azt látom, hogy az SZDSZ kezdte el ezt az elzüllesztést, amikor lemondott Márairól, Kosztolányiról és társairól, rendkívül könnyű kézzel, és választotta helyettük a Padödőt, Geszti Pétert, Friderikus Sándort, tehát hogy gyakorlatilag büszkén és öntudatosan kiárusította a kultúrát a Commerce-nek, és úgy találta, hogy ez így van jól, hiszen a piac folyamatai a legalkalmasabbak arra, hogy a kultúrát vezessék, irányítsák, tereljék. Ahova mostanra jutottunk, ez nem készteti a liberálisokat revízióra ezzel az álláspontjukkal kapcsolatban? Hát nézd, először is hadd kezdjem azzal, hogy még szó sincs erről. Tehát amit mondasz, ez a leghatározottabban, ezt is ugyanúgy cáfolom, ahogy az előző kérdésekben is vitatkoztunk ezekről az ügyekről. Tehát nézd, a következő helyzet. Én ugye voltam művelődési és közoktatási miniszter 1994 és 96 között. Én például büszke vagyok rá, személyes teljesítményemből is, hogy az 1%, amit mi találtunk ki, máig is él. Mi az 1%? A kultúrának egy nagyon komoly támogatása. Ugye ez azt jelenti, hogy felajánlhatunk egyébként 1%-ot. Ma úgy néz ki, hogy civil szervezeteknek és egyházaknak. A civil szervezetek ugye kulturális szervezeteket is jelentenek, ezért találtuk ki annak idején, hogy legyen egy ilyen speciális támogatás. Közvetlenül a polgárok akaratától, tehát nem az állami kegytől, kegyosztásnak a hangulatától függő támogatási rendszer, hanem annak legyen egy független alapja. Szerintem ez egy nagyszerű dolog, ráadásul túlélt minden rendszert. Máig is virágzik, máig is működik. Úgyhogy szerintem itt a liberálisok nagyon sokat tettek azért, hogy a kultúrának legyen támogatása, legyen kultúra ebben az országban, és az jó minőségű kultúra legyen egyébként. Rendkívül nagyon-nagyon sok és komoly támogatást adtunk olyan magas kulturális intézményeknek, rendezvényeknek, szervezeteknek, együtteseknek, produkcióknak, amelyek egyébként nem tudtak volna megmaradni. De azért egy alapkérdést érdemes tisztázni. Az, amit te mondtál, a Commerce-nek a jelenléte, az vajon magyar jelenség? Az azért van, mert a liberálisok Magyarországon gonosz módon engedték a Commerce-et? Dehogy is. Hát Robi, minden országban ez van. Elmész Németországba, elmész Angliába, elmész az Egyesült Államokba. Ez van, ez a helyzet. Tehát ez nem azért van, mert az SZDSZ mindenhol ott van, az a helyzet, és Sorossal a háta mögött ezt elintézte, hanem azért van, mert a demokráciának, a modern tömegdemokráciának ez egy természetes velejárója, és akkor még nem is beszéltünk arról egyébként a modern kommunikáció, ami a televízió terjedése, az internet, a netkultúrának a megjelenése, az mit eredményezett egyébként e tekintetben. Beszéltünk egy korábbi kérdés kapcsán arról, én kérdeztem tőled, hogy demokratának gondolod-e magad, és mondtad, hogy te is, mint én, ugyanúgy demokratának gondolod magad, mindannyian azok vagyunk. Demokrataként el kell fogadnunk azt, hogy a te ízlésed, meg az én ízlésem az a gyanúm, hogy közelebb áll egymáshoz, mint esetleg azoknak az ízlése a miénkhez, akit említettél, akiknek tetszik Fási Ádám, és nem tudom már még kiket hoztál itt, akik tőlem aztán fényérnyi távolságra vannak. Engem nem érdekel ez, engem nem érdekel a kereskedelmi televíziózás se különösebben, engem nem érdekelnek a Commerce filmek, a jó, a rossz és a nézhetetlenben nagyon bírom, amikor ti beszéltek, ugye ez egy másik műsorod, esetleg azok kedvére, akik nem ismerik, én szeretem a filmeket, és szeretem azt, ha komoly jó filmeket tudok megnézni, nem érdekelnek a Commerce filmek, de ez én vagyok, meg te vagy, aki ebből a filmes műsorból is sejtem, hogy hasonló az ízlésünk. De ezek mi vagyunk? Tudomásul kell venni demokrataként, hogy az emberek többsége soha semmilyen társadalomban nem a magas kultúrának lesz a tömegfogyasztója, hanem egyébként az egyszerűbb kultúrának. Hogy egy másik példát hozzak, az én nagyapám, aki írt verseket, meg novellákat is, közben sok minden volt, mozdonyvezetőtől kezdve könyvtáros, stb. Mesélte nekem, hogy amikor ő például kicsi gyermek volt, ez a, ugye a 20. század eleje, akkor a ponyva irodalom mennyire elterjedt, és milyen megvetéssel beszéltek az emberek a ponyváról, holott azt tanította meg az embereket olvasni.
az egyszerű ócska ponyván árusított, ugye ezért volt ponyva a neve, papír kötés, tehát nem kemény kötésű, hanem egyszerű puha kötésű könyvek tömege. Ócska kiskönyvek, olyan pamflettek, amiket mi is látunk most a könyvesboltban. Ezt tanította meg az embereket olvasni. Tehát ennek megvan a tömegkultúrának, megvan a jelentősége. Igen, nem rejtő, szabad igen, lenézni. Igen, de Rejtő Jenő és Friderikusz között világok vannak. Értjük, ugye? És én, nekem pedig az volt az élményem, és nem vagyok egyedül, hogy az SZDSZ nem pusztán engedte ezt a Commerce-et lenni, ha lenni akar, meg hát az emberek azt akarják, hogy legyen, hanem az SZDSZ kifejezetten dörgölőzött ezzel a Commerce-el. Nem, ez kifejezetten... Rosszul látod. Föl sem merült ez. Hát minket mindig azzal vádoltak, hogy mi vagyunk a fesztiválzenekar, hogy egy példát mondjak, a fesztiválzenekar, mondjuk én benne is voltam tényleg a kuratóriumban, a fesztiválzenekar fő támogatói, minek a fesztiválzenekart támogatni Budapesten, és minek adni nekik annyi segítséget, amit adtunk. Tehát a Padödővel, Gesztivel, Friderikusszal ez egy érzékcsalódás volt 20 éven keresztül, nem, hogy az SZDSZ házasság szédeleg. Hát az, ez igen, amit most a végén mondta, a házasságszédeleg érzékcsalódás volt. De, valóban, de a jó haverság az nem. Nem, ők is voltak, de volt, közben volt fesztiválzenekar, meg volt Eszterházi Péter, meg sorolhat Konrád György, és másokat is mondhatnék ugye a magas kultúrából. Tehát a helyzet az, hogy én kulturális miniszterként is azt az álláspontot képviseltem, hogy nekem liberális kulturális miniszterként az a dolgom, hogy a választás lehetőségét biztosítsam az embereknek. Tehát adjam meg a segítséget ahhoz, hogy a magas kultúra ne tűnjön el. Tudják választani, de nem az a dolgom, hogy kijelöljem, hogy őt kell választani, őt kell olvasni, őt kell nézni. Azt válaszza mindenki, amit akar, ami az ő igényének, kulturális színvonalának, ha úgy tetszik, megfelelő. Én csak ezt segítsem elő, hogy választhasson, de nem fogom ráerőltetni a magam ízlését, senkire se. Ez volt a liberális kultúrpolitika. Amikor a szabad elvű pártnak választania kellett az emberek szabadsága és a cégek szabadsága, a húsvér emberek és a fiktív brendek között az SZDSZ mindig a cégek szabadságát választotta. 6. Multinacionális érdekek kiszolgálása. Folytassuk a privatizációt, kerüljön minden magánkézbe, aminek magánkézben jobb helye van, és végül ezek eredményeképpen 2010-ben legyen Magyarországon euró. Ezekhez ragaszkodnunk kell, és ragaszkodni is tudunk hozzá. Az SZDSZ-nek 20 éven keresztül volt egy nagyon határozott ideológiája, vagy legalábbis egy nagyon határozott politikai irányvonala, meg egy elképzelése volt, egy sajátos messianizmusa. Egy ilyen gyarmati lelkesedéssel előadott multinacionális messianizmus. Ez állt szembe az MSZP-nek a korrupt pragmatizmusával. És így azt láttam, hogy az MSZP-nek nem volt tényleges ideológiája, hanem ténylegesen érdekei voltak. Ezzel szemben az SZDSZ-nek igenis volt ideológiája, ez amiről az imént beszéltem. Ez odáig terjedt, hogy Kóka János odáig merészkedett, hogy Magyarország sem más, mint egy részvénytársaság. Tehát a liberális politikusok már, akik egyébként soha nem éltek a piacról, érdekes módon mégis elkezdtek maguknak azzal pózolni, ez volt azt gondolom az egyik legsúlyosabb tévedése a 20 évnek, hogy ők ezeknek a multinacionális cégeknek a partnerei, hogy ők partnerségben állnak velük, sőt maguknak meg a szavazóiknak azzal pózolni, hogy ők is valójában cégvezetők. Kóka János, aki annyira hisz a piacban, meg már annak idején is nyilván annyira hitt a piacban, hogy ma már miniszterekkel utazgat a NER részeként. Tehát, hogy jól látjuk, hogy addig hiszünk a piacban mindig, ameddig a haveri cégeknek az megfelel, és abban a pillanatban, hogy a piac ténylegesen működne, egyszerűen visszahátrálunk a jó kis kádárizmushoz, amit ismerünk, amit jól ismerünk. Valójában Orbán Viktor nem más tett, a nemzeti együttműködésen rendszere nem más, mint ebből a multinacionális messianizmusból visszahátrálni a jó öreg, kádári, korrupt pragmatizmushoz. Na szóval az a helyzet, hogy pár megjegyzést erre hagyd tegyek. Ugye Kóka az azért nem jó példa, mert én például végig hadakoztam Kókával, Ádáz ellenfelek voltunk, ugye pártelnökként is küzdöttünk, egészen mást képviseltünk az SZDSZ-en belül, és ez megint arra a kérdésre vezet vissza, hogy van a liberális elvrendszer, és van közben a politikai gyakorlat, amiben nagyon sok vitánk van. Vannak hibáink, tévedéseink, jó döntéseink, helyes álláspontjaink, melléfogásaink, ez így természetes, hiszen emberek vagyunk hozzá. Tenném, ha olimpuszi istenek lennénk, akkor lennénk csak tökéletesek és tévedhetetlenek. A politika mindig erről szól. Soha nincsenek tökéletes helyzetek, tökéletes döntések, vannak mindig hibák, vannak jó döntések. Ezek keverednek egymással. Tehát Kókánál is ez volt
volt a helyzet, az egy harc volt az SZDSZ-en belül. Különböző álláspontok feszültek egymásnak, amiről te beszélsz. Nem az volt, hogy volt egy liberális kánon, tehát 20 éven keresztül dolgoztak a háttérbe a liberálisok valami eszme jegyébe, hogy azt megvalósítsák, nem erről volt szó, hanem az egy dinamikusan változó helyzet volt, hogy hogyan viszonyulunk egyébként a gazdaságpolitikához. És egyébként hangsúlyoznám még egyszer, tehát a legfontosabb szerintem a liberális szempontból az, hogy tudomásul kell venni, hogy nemzetközi piacgazdaság részesei vagyunk, ez jó, ez Magyarországnak érdeke. Ettől fejlődik az ország. Tehát nem vagyunk olyan hatalmas ország, hatalmas természeti kincsekkel, hogy azt mondjuk, hogy kereskedelem nélkül mi tudjuk az emberek életszínvonalát növelni, állandóan fejlődni tudunk. Kell a kereskedelem, kereskedni meg úgy tudunk, ha kapcsolatban vagyunk a többiekhez. Ezért kell a világgazdaság, természetesen a világgazdasági kötöttség. Ehhez kellenek a multinacionális cégek. Tehát nekünk kellenek, ez Magyarországnak az érdeke, az a helyzet, hogy legyenek multinacionális cégek. De azokat nem lehet kiszolgálni fölöslegesen, ahogy te mondtad, messianisztikus módon. Soha föl nem merült bennünk ilyen. Föl sem merült. Nem is volt erre példa se. Hanem azt látni kell, hogy például a 90-es években, amikor mi nagyon forszíroztuk azt, hogy igen, jöjjenek ezek a cégek, jöjjenek Magyarországra, az miért történt? Azért, mert a KGST, a szovjet birodalom összeomlása után itt maradt Közép-Európa és Magyarország tőke nélkül, itt maradt, ha úgy tetszik, piacgazdaságra használható tudás nélkül. Kellettek azok, akik jönnek, akik ezeket megcsinálják, telepítik, megtanítják az ittenieket, nem csak a magyarokat, egész Közép-Európának erre volt szüksége. Innen folytatjuk. Habony Árpád kezében kártyákat tart, melyeken az SZDSZ történelmi bűnei olvashatók. A kártyák arra szolgálnak, hogy időről időre emlékeztessék Orbán Viktort arra, hogy mindig, mindegyik tartalmának az ellenkezőjét csinálja. A kormányzás már csak habatortán. A magyar liberális elit további 5 fő bűnével Fodor Gábort a jövő héten szembesítem. Én addig is ölni tudnék egy béke Nobel-díjért. Bűntudattal terhelt jó éjszakát kívánok! Szervusz! Köszönöm. Megtévesztésig hasonló módon pózolt az intelligenciájával az SZDSZ, mint Vágó István. Robi, hadd kezdjem azzal a választ, hogy nincs igazad. Emlékszünk ezekre az arcoskodó, önhit kijelentésekre, hogy a szürke állomány pártja. Ez egy őrültség, egy marhaság, soha nem volt ilyen. Kiállás a Gyurcsány kormány mellett. Mennyire akceptálható egy liberális párt részéről? Robi, szerintem te ezt rosszul látod. Mit helyeznél ennek a listának az élére? A magyar liberális elit 10 fő bűne. Második rész. Sznobjektív. Puzsér Robert műsora vasárnap 20.